Kövecses út szélén páratlan gerlice, kinek nem volt párja ebbe az életbe. Elindultam volna, nem tudtam elmenni fele utaimról, vissza kellett térni. Múlt nélkül nincs jövő. Amikor a mai kiállítás címét újra felidézzük, nem maradhatunk közömbösek, a történelmi mávon kiteljesedő igen nehéz élethelyzetre sem. Mert talán joggal mondhatjuk, hogy Kárpátalja a legkitettebb magyar életközösség otthon, a napjaink jelenében pedig a legmosnahább sorsú magyar vidékeink egyike. E történelmi léthelyzetre és kihívásra válaszolva azonban nem vagyunk magunkra hagyatva. Mert ahogy nagy nemzeti gondolkodunk, Szabó Dezső azt már egy évszázada személyes nemzetstratégiaként a nemzeti egymásra utaltságra beszélve megfogalmazta: minden magyar felelős, minden magyarért. Micska Zoltán nemzedéke ízik vérig a 20. században magára találó korosztály. Az a nagy generáció, amely a történelmi viharok után és újabb vészterhes felhők alatt a II. Világháborút követő bocsúdás éveiben született. Madártávlatból a sztálini Szovjetunió valósága, majd a Pustov nevével megismert történelmi korszakok adják gyermekéveinek és művészi elindulásának kezdetét és keretét. Sokkal pontosabb azonban egyszerűen csak Kárpátaljaként meghatározni azt a földrajzi tájnál is sokkal többet, amely a szülőföldet, a bölcsőt, ahol a család, rokonság, barátságok és a világra eszmélés meghatározott élményei, eszményei és tapasztalásai vezérelték. A magunk részéről csak azt mondhatjuk, hogy tudatos és adható segítséggel a továbbiakban is azon leszünk, hogy a helyben maradó közösségét és az otthon teljesítő küldetését érdemben elismerjük és lehetőségeinkhez képest támogassuk. Mert csak egy hazánk van, és egy a nemzet is. Ha pedig az akarat vezérel bennünket, úgy Munkástól Lendváig és Brassótól Kismarkonig, megmaradásunk és gyarapodásunk nem foghat veszélyben. Olyan jövőt kell tehát kialakulnunk és kiküzdenünk magunknak és gyermekeink számára itt a Kárpát-medencében, amely nagy múltunkhoz is méltó, és jövőnk zálogát, jövőnk biztos zálogát is biztosítja egyben. Tavaszi szél vizet áraszt, minden madár társat választ, minden madár társat választ. Hát én immár kit válasszak, szíved szívér kinek adjak, szíved szívér kinek adjak. Micska Zoltán festőművész, barátom, ma már jelenség nem csak Kárpátalján, hanem Európa szerte is. Az életútja nem kevésbé festői, mint a művészete. A II. Világháború után nehéz körülmények között növekedett, családjukat megfosztották minden anyagi javaitól, apját Szibériába küldték. Mint sok más módosabb magyar vagy más kárpátai úriembert, akiket a névai vagyonok miatt osztályellenségnek minősítették. Apja visszatérését sajnos nem tudta sokáig élvezni, mivel súlyos betegsége miatt korán eltávozott az élő sorában. Idővel Zoltánnak kellett mindenben helyt állni, kivenni az atyai teendők nagyobbik részét és gondoskodni édesanyjáról és két testvéréről. Ezért amikor 1964-ben sikeres felvételt nyert Ungvári Igor művészeti szakközépiskolában, választania kellett a munka és a tanulás között. Zoltán az előbbi választotta, és feláldozva a tanulmányait dolgozott, támogatva ezzel a szeretteit, hisz nemes lélek nemesen cselekszik. Ez jellemző a művészetére is. Művészetében meglelhetjük azt a kifinomult kárpátaljai genézist, amit ő kódolva, burkolva, sajátságosan elénk tár, mint művészet hűséges szolgálja, a festészetet soha nem hagyja abba. Néha hetekig járja a hegyeket, tanulmányozza a ruszin, magyar, más népek kultúráját, és rengeteget fest, skiccel.
Ebből for ki Micska Zoltán gondolatvilága, színvilága, művészete. A Kárpátok minden zegzugát ismeri. A kompozíciói saját egyéni színvilága és motivum kincsel rendelkeznek, melyek némely esetben már szinte szimbólumként deklarálják a művek mély tartalmát. Ez látható a 90-es években készített Gerényi templom freskói után festett sorozatában, vagy a népi tárgyakból összeállított csendéletjeiben, ahol többnyire felismerhető a faragott huculhasz asztal, a kedvenc motivumot, a tríca nevezető gyertyatartó, esetleg pár színes himes tojás, mely pszichológiai központként megadja a régi húsvét hangulatát. A művész talán legértékesebb erényei közül az igazságot részesíti előnyben. Micska Zoltán gyakran mondja, hogy a művészetbe hazudni nem szabad. Csak az őszinte igazmondó ember tud alkotni valami maradandó. Szent János áldása szálljon mirejánk, az Úristen éltesse a házigazdát, árpájából, búzájából soha ne fogjon, csapra ütött hordójából mindig csurogjon. Az Úristen éltesse, ne haragudjon. Az Úristen éltesse, ne haragudjon. Ezennel szeretnék köszönet mondani először is a magyar államnak. Azért az óriási felelősségért, és a sok segítséget, amit a mai nap Kárpátalja népének, ez a különösen az egész Kárpátalja népnek óriási segítséget nyújtanak, amit megmondom, hogy a mai 2-3 évben, de ez nem azt jelent, hogy az utolsó 3-4 évben, azt hiszem, hogy jó 8-10 éve folytatódik. Az a kultúra, amit magyarnak nevezünk, hogy elvész, de én úgy gondolom, ez most már be van bizonyítva, azok, amit ők tesznek, azokat az erőfeszítéseket. Úgy, mint a Munkácsi főkonzul, a Zuhári főkonzul, a Beregszázi, egy 8-10 év, amit folytattak, ennek azt hiszem, hogy jövünk a 21. század végéig, 22. századnak megalapozta a jövőjét.